Szavaztok, ez itt a Green Light, ez pedig a Vaják harmadik részének második DLC-je, a kőszívű lófasz. Nézzük tovább a dolgot, az utolsó kívánságot kell Evericknek megteljesítenünk, elvégeznünk. Ez egy nagyon hangulatos quest lesz, csak az a baj, hogy kicsit hosszadalmas, ami zavaró. Túl van tolva, ez egy kibaszott hangulatos kvesz, de rohadtul túl van tolva. Már a vége már kezdett egy kicsikét kurvára unalmas lenni. Kendrick! Igen, már itt tolva, beomlott a fal, ez még múltkor záró. Kendrick! You there? Not so loud. Hihetetlen, mióta le akarom cserélni ezt a ruhát, de mindig ebbe a szar gúnyába kell végignyomni. Ez nem ad páncélt. Bár mondjuk lehet, hogy kincset kéne keresni megint. Don't want to attract them, believe me. Foglets? Oh, sweet mother, my little, why am I here? Ormos képű cigány gyerek, mit akar ez itt? Kendrick fellow, who is he? We partners sneaking to derelict houses with something valuable lying about. So you're a thief. Thieves steal from the living. What's the harm taking from the dead? Kendrick went to open a door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Then nothing. Quiet. Called out to him, but. Was that one of them foglets you spoke of? No. Phew. That's a stone off my. I'll see what that was and look for your partner. You. I ain't about to wait around. I'm out of here. Pretty sprawling this estate. Szép kis gyógynövény kombó lesz. Fog. Someone's still tending to the flower beds. No violet rose, though. Itt kezdődik a... De álljunk már meg, ez így nem jó. Tehát itt vannak így ezzék, tehát van, találtam némi. Fresh manure, fresh manure. Tehát szagok terjengenek itt szana szét. Rather worn. Used often. Wonder by who? Szökőkút. Water's ice cold. Mountain stream cold. Mint egy hegyi forrás. Én nézzük tovább a mappet. Igen, itt is vannak még felderítetlen részecskék. Ah, kaptárak! Beehives. Well maintained, but dormant. Méhészkedés, anyám itt kapna infarktust, allergiás a méhcsípésekre. Bár mondjuk én szeretem. Mondjuk engem nem zavarnak. Meg amúgy is. Mostanában elég év nagy veszélyben van a méhészet, azt mondja, kihaló félben van az európai méh. Sok ázsiai geci kinyírja őket. Az Ázsiából ide szabadult baszógép méhek, hogy mik ezek. Woods rotted completely. No violet rose here. Maybe somewhere out back. Hát nem lesz olyan egyszerű ezt a rózsát elkérni. Tudta ez a faszapó, hogy hova küld, meg hogy hol dögöljek meg. Itt van. Illata van a rózsa. De csak illat felhő, ami így. Ez eléggé zavaró. Na mindegy, menjünk tovább. Találkoznom kell a kertésszel, ami ilyen gyökér faszparaszt. A busted lamp, and the ground's trampled. Fú, de Golden Axe-oznék egyet. Ismerősökkel. Somebody dragged something this way. A body? Ráálltunk a szegás Golden Axe-ra. Az biztos, hogy
lesz róla több videó, és valamilyen megoldást keresek arra, hogy a TV, LCD TV elé, pontosabban LED TV elé kelljen tenni a kamerát, mert az engem nem zavarna, csak az a baj, hogy nem mindegy a fényviszony. Ha nagyon sötét van, akkor érdekes, tehát így a kamera is úgy látja, hogy, ez úgy nem faszott. Prints from cleated boots, leading from the back of the garden. Tehát az a helyzet, hogy ezt valahogy úgy kell megcsinálni. Someone dragged a wounded man through here. Hogy valószínű, amíg ezt a boxot, ezt a kis cuccot, amit a PS3-hoz meg a Nintendo-hoz használhatok, hát ez egy havi fizetésbe fog fájni a rohadt kurva édesanyját, de amíg ezt be nem szerzem, addig kénytelen leszek emulátort használni. Nem tetszik a dolog, de hát ez van. Nem olcsóság ezt egy ilyen izét. Egyszerűbben szerzek, komolyan mondom, 500 játék, eredeti Nintendo konzolt már 10.000 forinttól lehet kapni. A Nintendo játék bele, nézem, 4-5.000 forint. Agyrém egyszerűen. A konzol, ami úgy már ritkábbnak kéne lenni, a játékot többet gyártottak, mint Nintendo konzol. De mégis Nintendo konzol van, de régi kocka NES is, meg a felültöltős változata is. Amúgy már az jobb is lenne, mert annak ezek az oldaltöltős NES-ek, az a baj velük, hogy ki van már kopva. Tehát ezeket 90-es évektől használták, az többségük tönkre ment az adagoló, és nem szorítja be a cartridge-ot rendesen az éve. Mint emlékszik, akinek volt ilyen, ez a videós megoldás, mint akkor videókazettára beteszed a kis izébe. És a Nerdnél is láttam, mert vannak ebből, kiadtak sokkal egyszerűbb, sokkal kisebb felültöltős változatot, ami is úgy működik, mint például a Sega Mega Drive-nak. Tehát a konzol is kb. Akkor, mint ez az új Sega, ez az AT Games által gyártott tavalyi kis konzol. Nem beszélve arról, hogy szerintem ez örök is elpusztíthatatlan ez is. Most rendeltünk Roberttel egy jófajta cartridge-ot hozzá, mert ez egy kalóz cartridge, de az a helyzet, hogy van rajta 100 játék, legjobb Splatterhouse meg ilyenek, azt nem lenne szabad kihagyni, az biztos. Ellenőrzök valamit mindig, hogy tökéletesen megy a dolog. Folytatás. Na, vizsgálódjunk tovább. Szóval meglátjuk majd. Ó, a démon macska, meg a démon kutya. I'd scooch along, kitty. This it's place. Right. What's that? That digging? Cicvarek. Hallottam én már azt a hiszét, valaki ma mondta. És igen, megfigyelt, az első macska, amelyik nem fúj. Az összes macska fúj ránk, de nem ok nélkül. A lockpick? Must have been the other mert ez egy kibaszott démon van benne. Vagy egy szellem. Sírásot meg kell ölnünk. Egy mentés basszatunk már. Rég játszottam már ezzel a gémmel. Még tavaly játszottam ki. Yeah. Ez a kis reneszánsz nyílpuska az elég szép így a hátánger átnak. Graves, unmarked, laid out in rows, like garden beds. Hey. Hear me? Rögtön ez is kardot húzz elő. Nem ok nélkül. Beújítottam a sólámpát és megjavítgattuk. Another thief. Body's mutilated. Kell is az, hogy
elszívja itt a sok elektronikának a káros sugárzása. Spunci szájú. Damn. Szörny. Ő a gondok. És itt ilyen Dark Souls-os a harc. Nekem pár spell. És még blokkolásból se tudtam. Blokkolásból se tudtam kijönni. Még el se talált, de már lerobbant a kurva pajzs. Beszorul az ásó, és akkor itt, ami ráfér, már ütni is kell, mint a szar. Szépen előbb-utóbb ki lehet dolgozni. Lehet, hogy a Dark Souls-szal is meg kéne próbálkoznom. Hát, ha ebben a játéknál még nincs elég anyázások lenne. Ez elég nehéz. Nehéz egy game. Miatt elhúzni. Itt szóval. Híleli magát a szarja, akkor így nem fasza. Hoppá! Kísérteteket hív. Kísérteteket, akit leütöget, azt izéli, híreli vissza, faszjon. Kihívja a kísérteket és ütögeti, de hát jobban DPS-elem. Ó, ez nagyon szép kombó volt. Ez már nem, hogy beleugrottam az évet. Sebzés. Egyszerűen nem tudsz annyit visszahidelni, édesek, ahol ez így igaz. Nagyon megyek rá. Négy a szarra ugrálhattam. Nem sajnáljuk, ha málna lép meg a roston sült lófasz. Ami van fasz, Jancsika. Halljon már. Szép. Fejjel a bozótosba. What the fuck was that? No eyes or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. Well, philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the caretaker. Brian, a family guy. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris in the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. What's with the show?
The pretense that you're animals, you couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. Gonna need a better answer than that. Later. Hoppjatok le. You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everick. Yes, we know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everick home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgierd gave Iris just before he left. Get the show lamp, huh? Iris is inside, Iris. In the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. So, how should I address you? As you did now. We'd rather keep our names to ourselves. Be gone! Be gone. Hello, fasztázok én. Buzi vagy? Oké, nem baj, végigitogattuk így azért. Ah, kis boriska. Jó, fasz, jaj, lesz azt, hogy a szellemnek a szoknyája ló lett ezért. Érdemes lenne így. Átauspexelni a környezetet, majd látom, van egy éléskamra. Törzs spiritus. Tessük is ki. Igen, össze lehet kavarodni, ez a Auspex módszer, ez nem túl fasza. Mondjuk a vámpírban az tetszett az egész rész, hogy az vált színessé, tehát szürkén látsz mindent, és az válik színessé, amit keresel. Ez hogy ilyen idegesítően vibrál, ilyen poligonos geci, nem tudom mi ez, mit van, ilyen hőlátásban nézni, ez így nagyon gonoly. Ezt jobbra csinálták, jobbra kellett volna csinálni. Elég sokat kell ebbe az Auspex, ebbe a kis kereső üzemmódban dolgoznunk. What the hell? Van a szellem, bicsit. Gotta be careful. Kísérted, bitch. Ez jó alpári cím lenne, mondjuk. Kovir és Povis. What the hell was that? Végre! Egy új kard. Még elmettem volna, baszom a kurva anyádat meg. Ó, te szemétszarházi. Acélfegyver 353. Végre! Ofieri ganajtúró. Ah, bocs, de bazd meg a fakardot, mi a fasznak van ez is nálam. És nem mondod komoly, hogy kivágtam egy rakat tonna cuccot, és még mindig ennyi van nálam. Hogy ezer arany. Jó, minek van nálam kettő? Nincs értelme.
kardoknak sincs értelme, hogy itt van. Na még egyet. Most ez kurva jó jött, ez a kis offieri cucc, de hát bazd meg. Tűha. Na ez mondjuk a Bloodlines-ból ismerős lehetett, hogy beléptél ide az éhez, és rögtön egy izé fejedre baszódik, chillár. Csak egy totál lazába tolta. All geared as I've never known him. A different man then. All geared as I've never known him. A different man then. Mint egy magyar nemes egyébként nagyon hasonlít. Mondjuk ezek a hülye mós hajak nem jönnek be. De maga a ruházat, a szabja, ez a török szabja. A pöndörbajusz, az teljes ilyen. Elég ilyen. Magyaros. Nekünk lengyelek is hasonlóan öltözködhettek régen, tehát itt szerintem szedtek így a régi nemességből ötleteket. Tehát így az egész 18. századi, kb. Igen, 17-18. Századi nemesség nézhetett így ki egész Kelet- és Közép-Európában. Kivéve persze a német-római császárságtól, mert más volt a helyzet. Na nézzünk szét, itt a személy nem voltam. Na csak mi van itt? Fasz se tudja, mellé van kotorva a szén. Na jó van. Ó! Ebédlő asztal. Látom, hogy ott vannak a pirosak, de azért előtte egy felfedezem így a... Ami nagyon sok kimaradt már, így jó, hogy újra is játszom, mert... Nagyon sok kimaradt már így ebből a gameből. Gani állapotban van az egész. Tidy, and everything's clean, ready for a meal to be served. Caretaker must still set the table. Hát most már nem. Begyújtották a kandallót is. Na, bírom Geraltba, ez a full farccel így az egész izé. Teljébe szarja itt a kísérteteket, kurvára nem fél tőlük. De, go emelet. Arra nem, mert le van szakadva. Tök jó szar lépcsőn álltam meg, mentem. Nagy ötlet volt vele ugrani. Na, még basszozzám valamit egy gyökér. És így eltorzult a kép arca. Na, ez aranyos. Arvostok, gyógynövény minden mennyiségben. Na, erről még nem ijesztettek ránk. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Először is tabulátorral kell kapcsolni egy fákját, mert ez egy elég kígyóló fasz. Tehát a pofánba umlik a jumpscare, akkor így viccesebb lesz. Hey, Hammerhard főpapnak. Tehát nem voltuk túl sok izéjük. Képük. Aha, ezt a képet is meg lehet majd venni izébe. Tehát az elég van, vagy 10-15 festmény az egész játékban. És azt azért lehet. És azzal gazdálkodott, kivéve amit külön erre csináltak. Erre a gamehez.
Na mondjuk ezt kiraknám otthon a falra, kár, hogy ezt nem lehet ellopni. De ezt még talán a saját házamba is kiraknám, mert cuki. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Fire damage. Interesting. Tuszán, megint egy tonna könyvvel megyünk haza, de leszorom. Kovír és Povízból már vagy 3-4 kötet is megvan. Elméletileg Kovírba ment Triss Merigold. Tehát most, hogy összeálltunk Trisszel, így Kovírban fogunk lakni. A játék befejezte után az utósztoriban. Na, ez kellett ide, de még mindig van egy kis lopnivaló, tehát valahogy ide be kéne furakodni. Nézd, bazd meg az anyád, ezek a pengék. Jól néznek ki, és így áznak, de milyen érdekes, hogy így jó kidolgozták, hogy így beázik az egész cucc, és nem rozsdásodott meg az izé. Beázik, konkrétan is tető. Szarrá kell volna rohadnia az egész ezén. Ácsi, ácsi. De most valami nagyon mélységes pincébe érkeztünk. De nyílik az ajtó. Igen, itt már voltunk, már ki vannak mitogató. Szerintem itt jöhettem be. Nézzük meg a főbejáratot, nem egy kijárat. Ez ilyen személyzeti bejáró lehet, az biztos. Hogy beszélnek kutyával? Nem. Innen voltunk. Nem vettünk fel valamit, ami fontos. Baszki! Ezt én dobtam el. A kurva pics. Bicsába. Nem hiszem, hogy ilyen keveset foglalnak közé. Ja, igen, ezek a cuccok, amiket eldobáltunk. Jó. Hát, bocs így ez elakadásé, hát most nem. Kár, hogy. Zárva. Ide kulcsot kéne találni. Jól van. Jól van, semmi izé, tehát nem is tudunk menni. Ott van a földrakás, ott van ez, összeomlott. Itt nem tudsz menni, mert szétbaszódott az egész, izé. Révcsüri, innen már kijött a szellemribanc. Oké. Ide kéne menni, de itt még zárva van. Menjünk tovább, ahova eddig mehetünk. Ide se tudunk, mert ez is zárva. Jól van. Itt kell valamit baszkódni. Igen, itt mentünk ki az előbb. Nem, kurvára nem mentünk ki az előbb, na. Itt van egy izé? Ami itt van. Nyílt az ajtó. De remek. Ki? Ez zárva. Ó, ez már egy kicsit barátságosabb hely. Nem annyira hagyott, mint elő. Come on! Ha mondjuk ez a kardot húzhatná, bazd. Már meg bazd. Nézd már a köcsögöt.
Nem tudok mozogni. Ez most mi volt, bazd? Na ez most mi a kurva anyád volt? Ez mi a kurva faszopó anyád volt ez, bazd meg? Hát erre inni kell, bazd meg. Hát a geci! Nem tudtam mozogni. Semmit. Se dodge, se kardot, se sem. Na ez nagyon bunkó rész volt. Csicskalid érsz, bazd meg, leszopat. Hát, hogy ezt is a SSD RAM-ra kellett volna rakni. Gyorsabb betöltés vége. Bár Robertnek ez én van. SSD-n is ott se töltött túlságosan gyorsan. Na végre már! Oké, oké, nincs gond. Ez az. Lezártad Lidéce izét. Oké, sebzi. Oké, nagyon-nagyon-nagyon kurva vár. Nem mindegy. Hogy tudsz mozogni, vagy nem tudsz mozogni. Álljunk, mert a fákja van a kezemben. Híreli magát a szutyok kurvája. Visszaüzélte magát. Hogy basznál tud én a kurva anyád? Hát, hogy nem is ez kéne, hanem csavda. Lidész csavda. Nem nézte se hova te ribansz. Maradsz tompikával szépen a szépen, és megbasszuk a kicsi kurva szádat. Várja. Érdem. Ebből már szákot, hogy a kér. Tehát mégis híleli magát. Sikíts kurva. Nagyszerű, szeretem az ilyet látni. What the hell was that? A festmény kiégett, bátyja. Ez egy kicsit összekakilta magát a Lidiát. Reméljük nem féleteztem le semmit. Bedchamber. Iris was supposed to be here. Nem, nyomja tovább a... az utcost. Ah, és itt van Iris. Megtaláltuk a holttestét. Gotta be her. Damn it. You wish to see her? Here she is. A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. The deeper I get into this, the more I gotta wonder, why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everick. Our mistress died,
but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies. Surprised? No, not at all. How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? Infartus. No, it simply burst. Find that hard to believe. Infartus was. Yet that's precisely what happened. One day Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady von Everick has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear. She spent much time in the front garden. Maybe there. Wait. Take this key. It opens the front door. Király. Good dog. Na. Ja, most ő megy magától, oké. Okay. Azt teleportáltak. Megnézzük ezt, tehát vagy a rózsái, vagy a... Oda kéne temetni, ahol az izéje volt. A festő állványa volt, ma szeretett festeni. De végig kell nézni az összeset. She liked to sit here. But this is not a good place for a grave. Jó, hogy az állatok segít. Too close to the house. I'll keep searching. Virágos kert lenne a legaktuálisabb, csak túl sok a halott. A grave here? Iris von Everick adored flowers. But she would never want to destroy them. All right, I'll dig the grave somewhere else. Igen, mondom, ahol van a festetős. Én az angyal alá temetném. This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Iris von Everick have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death. Worried none would see to her burial or say a kind word in parting. I guess I'll be the one to do that. Pitonfejű Geralt. I didn't know Iris von Everick, but the paintings here show amply that she and Olgierd were a loving couple. Iris must have been happy, once. At times, fate muddles our path, and life turns toilsome, hard to bear. Yet all deserve respite and peace in death. Your name's inscribed in this sketchbook. Sketch. Perhaps you'd like it to be buried with you. Yeah. You too. Got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done is in keeping with your customs. Tényleg valami démonok lehetne. Famulusok. The remains are interred. Let's summon her.
Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. Yeah. Huh. Forgive me for tearing you from your realm. The Woman in Black című filmből is hasonló lény volt egyébként. Biztos lehet, hogy arra hajaz ez a quest. Should I follow you? All right. What is this place? The Painted World, the work of Iris von Evereck. How'd you two get in here? We exist in both worlds at once. Mesélj erről a helyről. Strange place. One born of Iris von Evereck's dreams. It existed only in her mind while she lived. In death, it gained substance. Pretty fantastic tale. Hard as hell to believe. Yet you'd best believe it, and be on your guard. The Painted World is rife with danger. All right, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely. Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Stop your fast. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot. You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. Van, és egyelőre picit meg kell néznem valamit. Azért válaszolok neki, hogy nem, oké, nem nyomtam le olyan gombot, hogy leállítsa a felvételt, fasza. Bár direkt a gombot direkt úgy állítottam be, hogy a gépelésnél, tehát ilyen F9, F10. Tehát aztán csak nem ütöm le véletlen, mert régebben meg azt hiszem O betűre volt indítva, vagy rakva. Hát azért tök véletlen is bárhol le lehet nyomni. Ez volt is egyszer olyan gameplay, amit véletlenül leállítottam, ezt nem vettem észre. Hát ez nem Witcher volt. Ez is kísértem be az. De jó, hogy fókszáljon. Anakrofóbok, hogy még ezek. Tehát arról mintázták. Amúgy én egy kísértetet nem biztos, hogy egy fók árnyékról mintáztam volna meg. Na,
semmire nem való, csak időhúzásra, de tényleg. Kibaszott időhúzásra. Itt van, nem tudom, hogy ez a izébe kellene. Damage-elnek? Igen, bazd meg. De kurvára nem ez kéne. De méhek, bazd meg. Kibaszott szellem méhek. Na. Ez az izé előny, ez kurva nagy. Ez az ínyenc előny, hát az... Benyomom a pajzsot, iszonyatosan jó regenerálódok. Meditáció nélkül. Olgird and his wife look frozen mid-motion. One of her memories. Szép a nő is, akit eredeti feleségét, akit megmintáztak. You must restore it. Láttam róla tök szép életű cosplayeket, meg nem mondtam volna. Először azt hittem, olyan minőségen cosplayelték és photoshopolták a képeket. De igen, és mentettem így a gépre, mondom, ez bazd meg, ez tiszta, mint a játékból van. Nézem, nézem, mondom, hogy a csajnak az arca egy kicsit más. Hát persze, mert ez egy élő csaj, aki lekoszpilierte, de teljesen ugyanolyan arca volt. Nem a smink miatt, hanem kibaszottul hasonlított rá. Utasd át az emlék körületi területet, és gondolom ki kell egészíteni az emlékeket, mert már nagyon sokat izé. És be kell rakni a megfelelő izét az emlékbe. Én mindenféleképpen a virágcsokrot tenném bele, nem a poharat. Probably not right. A poharat? Alkoholista geci. Perfect match. Alkoholista gecik voltatok élet. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land. Custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. Nem volt összevagdosva a fejem. Come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly. Yet the house has sat empty for so long and I'm... Afraid of spiders. I know, I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything. Kibaszott pókok. Sunyíznak ott az éve. Ah, damn it all. Komolyabb legyen. Magasabb szint. Legyőztük a ügyérceket. Medallion's humming. A wraith? Ó, basszájba már. No, a nightmare. A fear crystallized, one you must now face. De semmit egy olajfestmény az egész cucc. Pedig be kéne mennem. Nem, másik ajtón kell. Another dream of the past. But this one's incomplete too. Just a step into the painting, a Toussaint wine. Expensive. Ki kell egészíteni a vacsorát is. Silver thread, pearls, it all must have cost a fortune. Meg kell nézni a képet, ami a falon van. Vagy ez még nem biztos, hogy az. Dehogy nem. Na. A dolog a legegyszerűbb. Meg kell nézni. Mind a kettő
kandelláberig, az utolsó az nem. Meg kell nézni, hol van a kancsó, hol van a izé, be kell gyűjteni onnan a kandallót, hol van az eprestál, meg ilyen lófasz. Na nézzük csak. Ez így. Szőlőstál tökéletes helyen van. Begyújtjuk. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? And what's this? We've brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll. This for you. Banknotes. We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgierd? Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boar who keeps the company bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? Megálltak újra akciózni kell. Olgierd kísértetét le is vált. Not you again. Don't like this place. Emelet. Igen, a kép kísértetét már szájba kúrtuk. Mint a kis azért szobába. Hát igen, a kúrószoba. Meg kell nézni a fő festményt. Hogy hogy is van ez valójában. Már ha találunk ilyet, már lehet, hogy itt nincs. Towel stained with blood. Hát ez nem jó, hogyha stuka közbe csináljátok. Wick's almost gone. Ez még maradjon. Blood stains. Someone washed their hands, then wiped them dry on that towel. Van még. A nightshirt. Never worn, I think. Picsaszagú hálóing. És indítsuk el ezért. Véres törülköző. Ez az. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvelous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. Hát biztos nem festegetnék a csajja, hanem jó megnyomnám az ágyba, az meg kutyapózva. Na, mindegy. Terjünk át. Kis Nilfgaardi ruházat. Rosszádat, hogy toszódj meg. Another blurred memory. Toszódj meg. Nézzük át a ezéket.
föl kell venni a poharat. Fel kell, ja, azzal majd aktiváljuk. Gyümölcstál. As if someone just rinsed it. Van még esetleg olyan tárgyunk. Hát szerintem a poharat nem hiszem, hogy gyümölcstál, ez egy alkoholista köcsög. Living tableau's gotta look just like the painting. Távozok. Still not right. Persze, hogy nem jó, mert nem néztem meg az izét. Mit tesztek? Tálat. Nem. Tál. Kehely. Mögötte. Akkor pakoljuk fel. Living tableau's gotta look just like the painting. Na nézzük. Válasz helyett. Ubazd meg. A szőlő. Hát ez így elég buzis lesz. Hát szőlő a bal oldalon. Fits, I think. Utána kehelynek. Jobb, a kehely középen volt. Maybe on this side. Utána az alma. Pedig... Várj, most bal oldalon van a izé. Az alma jobb oldal. This goes here. Finally, just like the picture. No, remek. Smile a bit wider. Like this. Nem kell hozzá sok ész, mondjuk, hogy összerakjuk. You were meant to smile, not bare your teeth. Sexy hangja van a csajnak. No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Papa. Please. Hmm. You're useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again? Olgierd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgierd. Olgierd! Alakul, alakul, mint cigány gyerek a prés alatt. Na nézzük tovább. Kurva szádat! A semmiből kizulós. Megint tönkre ment a kurva kardom, hogy baszogass meg az anyám. Te csicska. Hát őket már leveredesen vele, azt majd megjavítom. Kevesebbet sebez ez a szarjankó kard, hogyha nincsen lejavítva. Jól van. Jól van. Moment. Oké. A, C, D, C ott az éve. Vissza folytatás, de ez egy mentés nem volna rossz. Tudja, hogy hogy szopjuk még meg a fasz, de előbb azzal a szellemgecivel eléggé rákúrtam. Kerülés van. Master von Everick's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Miszticizmus. Kerüljük. Ahaha. Ezért a démon fomulusok. Mévi az gyertyák. Blood pacts or on foreign presences. Ezt olvassuk el azért. Nem csekély kockázat ilyen jövevét a maga honából e világba híni. Legyen bár éteri szellem vagy arra alkalmas testben megkötött értelem, mindennek felett szabadulni vágyik, s ha sikerrel jár, a pusztításnak vége hossza sincs. Nincs. A jövevényt idézni ez okból csak olyas bűvkörbe szabad, ami néki minden pányvánál erős kötés. Hát eléggyes vagy elkúrták a helyes írás, nem tudom. A kör úgy jó, ha teljesen töretlen, míg rovod, a meg nem remeghet krétát markoló kezed. Mert ha elég rossz lépés, óvatlanság vagy egy alma
Almafajzat, bazd meg. Almafajzat ármánya készített, hogy megtörd. És vesz belé így, ívét neki is égő mélyvihaz gyertyának sorával megerősítni. Ilyen bűvkörbe zárva a másvilági fajzat benned semminő kárt nem tehet. Mint szűntükkel, mint a ó síralom, ó Mária síralom halotti beszéd, hogy lássad szűntükkel, bazd meg ezt a kurva anyádat. A kör meg van szakítva. Ne felejtsük el. Manor was depressingly gloomy in the winter. Meg van szakadva a kör, az már innen látjuk, hogy az kurvásra nem jó. Hát más igazából nem is tehetsz. The gates of mystery between worlds, the library of an occultist. Sok. Nem biztos, hogy van-e krétánk, hát nézzük meg így az izét. Vagy de van lebaszva a kréta? Ó, nincs itt semmi lebaszva. Pentagrams here to bind summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles. Pontosan kréta kell. Beeswax candles. Maybe az gyertyákat már találtunk. Kikúrt kréta kell, bazd meg, ami ott is van. Chalk. Nice. Black magic. Yennefer biztos. That should do it. Now for the candles. Hát a pentagram csúcsaiba raknám mindenféleképp. What about this? This. Not even a fizzle. Hát akkor egyes. Let's try this. Nem jó. Nothing. Akkor hármas. How about this? Come back! No. We must talk! Volt az igazi. Go away. I wish to be alone. Not this time. Come out at once! De gyökér ez a csávó. Leave me be. I merely want to work in peace. Vártotta magát, amiben nem kellett volna. Na most nem érzem túl hosszúnak ezt a questet, most lehet, hogy azért, mert úgy érdekel. Szerintem majd a tükörmester így lép majd a képbe. Diano Felus, Sova Camisa Iada, Sova Camisa Ebarasas. What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon thee! Szop ki a faszom! Be kell menni a képbe. Igen. Szerint is felejtettem, hogy ez ilyen szar. Damn it, smack in the middle of a raging blizzard. Gotta find shelter. Hát legalább nem égsz el. Fasz, de mi megfagyunk.
Ez jó lenne, hogyha a háznak a tövébe találnék egy kis azért bazmát. A Melvin bódat, bazd meg! Jó, hogy a Lidérc mutatta az utat. This is when he started smoking. A beer tankard, but there was vodka in it to the last drop. Pipát rakjuk bele? Probably not right. Akkor a bögrét tesszük bele. Vén fasz alkesz volt, ez is úgy tűnik. Probably not right. Akkor még valamit nem találtunk meg. Kés! Covered in blood. Guess Olgierd got the scars on his shoulders that winter. Probably not right. Olgierd kezébe megy a bögre. So that's how he whiled away the long winter evenings. Igen, itt lámpát kéne találni, nem? Házassági szerződés. Marriage contract between Iris and Olgierd. Her father must have been holding the contract. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, father. My patience runs thick. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. Anyád, de vingeci. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Vain fuss. Father! Father! No! Servant, take this carcass and feed it to the beasts. Nem biztos, hogy jó ötlet, hogy levágod az apusod, bazd. Then von Everick ceased to be human. Though he still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. Bebaszcsizott, azt nagyon ütött az apust. I remember. We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. Animal hair. Single place setting. No others on the table. A large clay bowl. Small bowl. For soup, maybe. Claw scratches.
A gondok. A nagy tálatra. Akkor a kis ágy tálat használta. Akkor bazd meg, valamit elfejtettük mi. Think this was yours. Ja, macska kutya. Famulusoknak. There we go. A gondnok kezébe kell valami szarbaszás. Megnézzük. Ó, hozzá azért talán terítéket. Ő volt a csicska, aki főszolgál. Perfect match. You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you, care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. How then you? I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everick failed to understand we'd never be able to replace him. His specter now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. Olvassuk már ezt a szerződésben. Folyamatosan feldom, nem tudom elolvasni. Greatest fear. Hát akkor szarom le, menjünk a szalomba. Meg glitchelődött itt ez a kurva szerződés állandóan. Nem nézd meg. Véééé! Jó van. Szopkod ki a kurva anyádból az alvad gecit. Alvad gecit? Na. Oktatóanyag, szereplők, puncik. Mondjuk annyi izét vettem fel, hogy még hogyha meg lesz ez a kiegészítő, akkor X játékon keresztül pöröghet a izé. Pöröghet a kartkeresés, meg ilyenek. Most úgy lenne is kedvem megint ilyen kis kincsvadászathoz, de szerintem 2-3 gameplay alatt beleunnák az egészbe, úgy mint az előbb. Még azt mondtam, hogy végigcsinálom az összeset, basztam végigcsinál, szartam rá. Gyorsan, nem olvasgatom ezeket át, csak így át pörgetem. Jó, megvan. Hogy legyen már olvasottnak jelezze. My dearest wife, letters from Olgierd to Iris. For I only as skilled with words as I am with my blade, especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you wither. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Zombi verés. Vagy nyolc. Ha jó öregi. Végre már történik valami. A
That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Jesus. Nem szabad megütni őket, akkor annyira jönnek rám, mint ütök. Szoptott jön az algádból az alvad gecit. Dobd le a lovat! Az vagy az Olgirdbe, hogy hiába teleportál, de látod, hogy hova teleportál, mert látod, hogy jön felé. Tehát igazából... Szart se ér az egész, tehát még Ciri esetében még az neccesebb volt, mert... Ugye bár is abszolút nem láttad, csak így felvillant melletted, az kész. Kísértet járt a ház. You're not him. Wait, I want to talk. Szopasd meg, Olga. Not here. Not in this place. I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned to me. Eszem majd háttérképnek ezt a cosplayes csajt eszembe. A ghost? An illusion? Aki ezt a jelenetet cosplayelte. Tehát nem lehet észrevenni, hogy ez a játékból van, vagy a való életből. Saw you before. But you weren't yourself, and I saw you again in your memories. We've met. Esik a kurvásű fasza. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber, at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave, I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Hát, én az egyest választanám. Shouldn't worry about him at all. He's no longer the man you loved. So his heart remains hardened.
And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? Kettes. Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real. And I... My eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer. But I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. Sajnos nekem kell a rózsád. I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Ebben szökőkútban lesz. Az utolsó pályán egy szökőkutat, azt ott kell betörni az üveget. Meg kell, hogy lássa saját arcát, ez a szemházat, és úgy szabadíthat fel az egészet. That no longer matters. És időre megy ez a faszopó quest, az a legszebb az egészben. De megcsinálom. A tükörmester pofáját robban rühellem, mint Olgierdét, úgyhogy inkább megcsinálom. Bár megcsináltam a negatív befejezést is itt. Egyébként az a legegyszerűbb, akkor lenne a leggyorsabb. Igazából akár 10 percen belül be lehetne fejeznem azért. Komplett gameplayt ebből a DLC-ből, de nem. Nem fejezzük be a legnegatívabb része. Pozitív gyerekek vagyunk, úgyhogy a pozitív befejezést fogom megcsinálni, ami nehezebb, de faszább. Most már elolvashatom a kurva szerződést? Ne? Na? Csak itt buziskodik ez a szar. 260. Úgy, de meg lesz szopatva most a gírdés, bassz meg. Nem
Mentés. Mert is? Mentés. Ez volt már a Grill Light, szavaztok.